tavaly karácsonykor, amikor itt álltam és azt ordibáltam, hogy 40, akkor nem is gondoltam volna, hogy egy év múlva majdnem azt kiabálhatom, hogy 400, és azért majdnem, mert az elmúlt időben hát nem annyira előtettem meg magam videózás szerint, ugye, hogy az elmúlt hónapokban, mert akkor tényleg meg lett volna az a 400 feliratkozó idén, de a 376-nak, 5-nek, nem tudom pontosan hánynak, és nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm. Ebben az évben nagyon megpróbáltam hangsúlyt fektetni a videózásra, próbáltam minél jobban fejleszteni magamon, remélem, hogy ez érzékelhető volt, vagy akik már régóta követnek, azok látták ezt, a fejlődésemet, ezért is volt például a Magyar Mozgókép Fesztivál nyáron, és ezért is mentem rá és csináltam a videót, ezért csináltam én is videóversenyt, szeretnék majd később fotós versenyt is csinálni, stb. Volt még régebben egy ilyen podcast ötletem, amit sajnos nem tudtam megvalósítani, de igazából ezen kívül minden más sikerült megvalósítanom 2021-ben, ami úgymond cél volt. Az hozzátartozik, hogy nagyon sokat fejlődött a felszerelésem is, és most már azért jobb minőségű videókat tudok csinálni, viszont az időm az nem változott, ugyanúgy kevés időm van rá, illetve lehet, hogy több időm lenne rá, csak a videózás máshol helyezkedik el a fontossági sorrendemen. Igazából ezzel a videóval csak az a célom, hogy boldog ünnepeket, boldog karácsonyt, szilvesztert kívánjak nektek. Csak 2022-ben fogunk már találkozni, és igazából a 2022-es videóval szeretnék majd úgymond visszatérni, és abba fogok jobban mesélni, milyen volt 2021, mit szeretnék 2022-ben, stb. És amit nagyon fontos tőletek megköszönöm, mert szerintem ritkán köszönöm meg, az az, hogy ilyen sokan iratkoztak föl, ilyen sokan kommenteltek, lájkoltok az elmúlt egy évben, mivel rengeteg pozitív és negatív visszajelzést is kaptam, aminek hála fejlődhetett ennyire a csatornám, vagy ennek is köszönhetően, és folytassátok, osszátok meg továbbra is a videóimat, lájkoljátok továbbra is, hogyha van negatív, pozitív véleményetek, ami építő, osszátok meg velem, vagy komment, vagy messenger, vagy Instagram, vagy bármi formájába, csak jusson el hozzám, hogy abból is tudjak tanulni, abból is tudjak továbbfejlődni, mert nekem az a célom, hogy minél jobb kontenteket, minél jobb tartalmakat, tartalmas videókat tudjak nektek készíteni. Jövőre találkozunk, vigyázzatok magatokra, áldott ünnepeket mindenkinek, én Bence voltam, sziasztok!